Üdvözlök minden kedves nézőt a 2023-as Setup stúdió, kinek hogy tetszik, és mindenféle túrban. Tavaly is volt már egy ilyen hasonló videó, volt egy olyan, ahol milyen programokat használok, azt nagyon szerettétek, és a Setup túrt is több mint 5000-en megnéztétek, úgyhogy itt az ideje egy új kezdetnek és egy új, nem tudom mi ez, de mindegy. Ebben a videóban beszélni fogunk a setupomról és a szobámról, mert most már egy szobába kerültem, nem úgy, mint a tavaly. És szerintem kezdjünk is bele. Elsősorban itt látható ez a gyönyörű rokfal, ez a tavaly is itt volt, csak tavaly piros volt, képzeljétek el, váltottam a leden színt, de ez mindegy. Picit próbáltam nem olyan rég átrendezni, hogy egy kicsit olyan egyszerűbb, minimalistább legyen, hogy talán szebb is legyen, illetve tettem ilyen-olyan dolgokat rá, a YouTube díj, amit még kaptam ajándékba a kedves osztálytársoktól, az még azóta megvan, illetve van pár dolog, egy kicsit így gondoltam egyszerűsíteni, mert az utóbbi időben el kell mondjam, hogy tényleg egy csomó minden szart felhánytam rá, úgyhogy nem nézett olyan jól ki. Tovább haladva, itt ez a csodás párologtató, ez is már több mint 2 éve megvan, nagyon szeretem, nagyon jó, és párologtat, tehát párás lebegő lesz, ha bekapcsolod. És szép, és jó, és minden. Itt van egy HP LaserJet Pro M15W, onnan megnéztem, de mindegy. Egy sima nyomtató, ami nyomtat, képzeljétek el, ilyet még nem látott senki. Itt egy gyönyörű orchidea, itt egy ideiglenes, egy seasonal karácsonyfa, képzeljétek el, ilyet se látott még senki. Tovább haladva, itt egy csodás ventilátor, egy Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite. Okos ventilátor, amit elmondok, hogy azon voltam az utóbbi fél évben, hogy mindenféle okos cuccot kipróbáljak, hogy okosítsam a szobámat, mert megmondom őszintén, megtetszettek nekem, hogy pofázol egy Google Nestnek, vagy valaminek, és akkor neked bekapcsolja a fél szobát. Na, úgyhogy ez is egy okos ventilátor, és igazából ennyi. Itt van ez a polc. Ez a polc sokkal nagyobb volt, mert régebben a rokfalig kinyúlt, viszont most már nagy részén elkerült, mert édesanyámmal együtt voltam még évelején, de most már történt egy lakásfelújítás, és akkor külön szobába kerültem. Úgyhogy most ennek a polcnak nagy részt ennyi része maradt meg. Megmondom őszintén, hogy ide, ez az asztal és színes szarok helyére tervezünk rendes szekrényeket, amik ruhás szekrények, meg mindenféle szekrény, hogy szép legyen. Viszont hát nem jött össze minden egyből, úgyhogy az valószínűleg csak jövőre marad. Egyelőre most ilyen ideiglenes megoldás van, és ide minden szar csak így fel van hányva, de majd ha lesz szekrény, akkor ez majd jó meg lesz csinálva, és akkor majd szépen el lesz rendezve, fel be lesz hanyigálva oda, hogy ne látszódjon, aztán meg ennyi. Itt van egy éjjeli szekrény, meg egy futer, képzeljétek el. Ezen pedig van egy Asus Vivobook 14, nem pont egy mai darab, egy 2020-as darab, de nagyon jó nekem például, mert tudok rajta e-mailezgetni, mint egy nagy businessman, tudok rajta bármilyen, úgymond ilyen laptopos feladatot csinálni. Képzeljétek el, egy laptopon lehet laptopos feladatot csinálni, milyen meglepő. Itt az Asus fölött van egy óratöltő, ez az Oppo Watch töltője, ez az óra is már mindjárt másfél éve megvan. Okos óra, szeretem, és olyan, mintha Apple Watch-om lenne, csak mégsem, nem vagyok gazdag. Itt van egy Google Nest Mini, ez talán az egyik legjobb, úgymond idézőjeles befektetésem. Ez, így röviden elmondom, egy okos hangszóró, egy olyan úgymond hub, aminek meg tudod mondani, hogy akkor ha vannak okos eszközeid, akkor meg tudod mondani, hogy kapcsolja be például a lámpát, vagy kapcsolja be ezt, vagy tegyen zenét, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez technikailag egy ilyen okos hangszórószerű dolog, ami nagyon jó. Itt egy éjjeli lámpa, ebben van egy okos égő, egy RGB-s LED-vans okos égő, szépen tud világítani, 14 watt és igazából egy égő. Itt ez a csodás ágy, ilyet se látott sok ember szerintem. Ez egy olyan ágy, hogy lehet benne aludni, képzétek el. És a srácok, elérkeztünk a talán legizgalmasabb helyre. Ez a fekete asztal, ez ugyanaz az emelhetős asztal, ami tavaly volt, viszont rajta majdnem minden változott. Egy no-name olcsó egérpadon van, ahhoz az olcsó pénzért, amit kifizettem, nagyon jó. Egérpad, és nem csavarodik fel. Itt van az asztalomon egy gyönyörűséges SteelSeries Rival 3 egér. Kicsit már fényesre kopott, de hát ez azt jelenti, hogy függő hülye gyerek vagyok, aki 24-25-öt gépezik egy nap. Szerintem nagyon jó, mindenképpen vegyetek wireless-es egeret, mert csak egy tonna elemet termeltek, de azon kívül megéri, mert nincs annyi kábel az asztalodon. A billentyűzetem is változott tavaly óta, tavaly még egy Scorpion valamilyen volt, de erre már őszintén nem emlékszem. Viszont most egy Logitech G413 vagy 413 Carbon van itt. Én nagyon szeretem, és mondtam is, hogy miért cseréltem billentyűzetet, mert személy szerint zavart a Blue Switch. Viszont ezen már egy normális Logitech által készített Roamer G, ha jól tudom, switch van, ami az okosok szerint egy Brown switchnek felel meg, úgyhogy
Nagyon jó, és szeretem is. Strapabíró, lehet rage-elni. A finesem nem változott tavaly óta, ugyanez a gyönyörűséges SteelSeries Arctis 3 Black fülhallgatón van. Még nem adta meg magát, tehát SteelSeries is jó. Na szóval a főmonitorom az egy LG Ultra Gear, inkább kírom a nevét, mert olyan hosszú, hogy nem lehet megtanulni se. Csak ha valaki nagyon okos, de az nem én vagyok. Illetve van egy Philips 243V7-es, ezek egyik sem változott tavaly óta, csak tavaly elfelejtettem a főmonitoromat elmondani, úgyhogy az idén elmondom. Került ide egy Sony soundbar, és inkább a nevét kiírom, mert a Sony az nem arról híres, hogy könnyű neveket ad a termékeinek, úgyhogy szeretem. Igaz, hogy egyszer a basszus része az kiégett, de szerencsére garanciában volt, úgyhogy elküldtem és megjavították is. Ami rossz, hogy a távirányítója nem lehet a basszust kikapcsolni, hanem szépen le kell mászni, vagy ki kell kapcsolni. Csak valaki okos és okos konnektorra tette. Szóval a kontrollerem az még ugyanúgy tavaly óta egy Xbox Series X kontroller, egy fekete, és jó, szeretem, mert lehet rajta játszani, képzeljétek el, és mindjárt elejtem. Telefont váltottam a tavaly óta, most már nem az Oppo-ban, hanem egy Google Pixel 7 Pro. Több okból is, de inkább ebbe nem menjünk bele, mert mind olyan okok, amiért egy normális ember azt mondaná, hogy nem érni meg telefont váltani. Úgyhogy hagyjuk. A gépem az sokat nem változott, így nem is emlékszem már, hogy tavaly mi változott az év folyamán. Részletes infók fent vannak a weboldalamon. Ide azért a képernyőre kiírom, hogy mi van benne, viszont egy nagyon jó gép, szeretem gyors, mondjuk ilyen konfigba legyen is. Itt a polcon mindenféle dolgok vannak. Google polc, értelmetlen polc, üdítő polc, hogy dögöljek bele, Samsung polc, ilyen-olyan dolgok, és ott egy kosár, amiben minden van, ami szemszájnak ígér. Felül meg van egy videókártya doboz és egy telefontok doboz. Azt olvasom, hogy itt vagyunk az asztalon, ezen a gyönyörű, gyönyörű MT-Croft titkos desktopján, úristen. Egy picit változtak a dolgok, de úgy nagyjából ugyanaz maradt minden. Itt vannak a csodás játékaim, képzeljétek el, van itt GTA, Keep Talking, Nobody Explodes, ebből csináltunk egyszer a streamet, ami nem lett jó, már nem is lehet megnézni. Mellett Loose, az egy jó játék, Goat Simulator 3, Fos. Ezzel még nem játszottam, de ki akarom próbálni, kíváncsi vagyok, hogy milyen. A Station Simulator Prodigy Early Days, City Skylines, a két Stronghold, amiről tavaly is beszéltem, a BeamNG Drive, a BeamNP, ami a BeamNG Drive-nak a multiplayer kliense, Euro Truck Simulator 2, Minecraft Launcher, Long Drive és Stardew Valley. Igazából amikor van időm játszani, akkor általában BeamNG-t játszok, de azért a többi játék is le van szedve, hogy nehogy tudjam azt mondani, hogy sok helyen van a gépem, úgyhogy ja. Jön az Adobe részleg, van itt Photoshop, gyerekek, kérlek szépen, ezzel indexképeket csinálok, de most már így, hogy már átvettem más, így már igazából nagyon nem használom, csak ritkán. Akkor ilyen-olyan képeknek kell egy kicsi kamu ízlést adni. Media Encoder. Tavaly rosszul mondtam ezt, tehát bármilyen, amit renderelni tudsz, azt itt kibírod renderelni. Úgyhogy például össze tudod gyűjteni, hogyha van egy After Effects renderelni valód, meg egy Premiere Pro renderelni valód, akkor ide be tudod húzni, és egyszerre tudod renderelni. És amit tavaly is mondtam, hogy több infót kiír, tehát jó cucc ez. Premiere Pro, ebbe töltöm életem 90%-át, amikor gépnél vagyok. After Effects, tudsz benne ilyen vizuális dolgokat létrehozni, amik ilyen nagyon menők meg minden. Az Auditionbe szoktam felvenni hangot, hogyha olyan helyzet van, általában a voiceovereket szoktam ott felvenni, de valamikor videóhoz is használom. Lightroom, ebbe szerkeztem a képeimet, amik például fent vannak Instagramon, vagy kirakom bárhova, vagy profilképek, vagy bármi. Asset, antivírus, Acrobat, ezt nem kell szerintem senkinek bemutatni. Anydesket se, Logitech G Hub a billentyűzetemnek, mert itt nagyon szépen, nagyon menőn és szépen tudom állítani, hogy pirosan világítson, vagy pirosan világítson. SteelSeries GG, az a SteelSeries a program, itt bírom állítani az egeremnek a színét, meg tudom nézni, mennyi áramban még az egerembe. Van egy csomó mindenek, hogy itt Sonar, meg Moments, meg mindenféle klippelő dolog, de nekem egy sima egyszerű szoftver marad, amiben megbírod nézni egerednek a töltöttségi szintjét. GPU Tweak, ez a csodás videókártyámat, itt tudom esetleg overclockolni egy kicsit, itt látjátok, most elő is jött. Itt tudom overclockolni, tudok neki ventilátor sebességet állítani, hogy mennyire pörögjön, vagy mennyire ne. Igazából most itt chilles állapotban van, most léptem ki a játékból, tehát még egy kicsit meleg. Itt megbírom nézni konkrétan mindennyit, ami, ja, most például még pörögnek a ventilátorok, ha ennyire részletesen akarjuk. Itt meg itt látom, hogy mi mennyire, ebben a pillanatban milyen sebességen fut, igazából ennyi. GeForce Experience, szerintem ezt se kell senki megbemutatni. Ebben is van egy csomóféle dolog, de én csak a kártyámnak a driverét update-elem vele. Extreme Shell, nagyon jó cucc, tessék megnézni Neonity videóját erről. Everything, ez egy olyan program, srácok, ez a
tavaly is már szerepelt ebben a videóban, az összes meghajtódon lévő fájlokat tudja nézni, és hogyha például te emlékszel a bizonyos fájlra, amit keresel, viszont nem tudod, hogy hol van, akkor például be tudod ide írni. Igazából ez egy nagyon hasznos dolog, én szinte minden nap használom bármire, úgyhogy mindenképpen ajánlom figyelmetekbe. Logmein Hamachi, ez egy olyan dolog, srácok, hogy itt bírunk például összecsatlakozni több gépen, és akkor tudunk játszani. Például így működik a BeamNG-nek a multiplayerje, konkrétan egy LAN hálózaton vagyunk, ha ez így tetszik, így is lehet mondani. Wallpaper Engine, szerintem ezt se kell senkinek mutatni, ez egy olyan program, hogy tudod vele a háttérképedet változtatni. És igen, megvettem, megéri azt a 4 eurót. Kivéve, amikor nem akarsz ilyen gyönyörű narancssárga esztetik életet, mint amilyen nekem van. Total Commander, szerintem ezt se kell senkinek bemutatni, ez egy olyan dolog, hogy tudsz tallózni, meg normálisan tudsz fájlokat másolni, meg ja. Oracle VM Virtual Box. Ebbe tudok virtuális gépeket létrehozni, néha használom, csak az utóbbi időben nem volt kedvem foglalkozni vele. Itt például le tudsz tesztelni, ha egy fáj gyanús, hogy vírusos, vagy nem, akkor le tudod tesztelni például, hogy vírusos-e, vagy valami történik-e. VLC Media Player, szerintem ezt se kell senkinek bemutatni. Epic Games, azt szerintem senkinek nem kell bemutatni. Rockstar Games Launcher-t sem, Steam-et sem, a Google Chrome-ot sem. A Music Bot pedig egy olyan dolog, srácok, hogy ezt én létrehoztam ide magamnak, és ez egy olyan dolog, hogy van nekem egy gyönyörű Discord botom, hogyha például belépünk egy csodás hangcsatornába, itt Discordon, mi tudom én, MT Craft, és akkor így elindul például egy videó. Hogy ez egy jó dolog. Ezt most nem mondom el, hogy kell csinálni, kicsit kell szenvedni, szenvedős dolog, meg token kell, meg mit tudom én mi kell, de hasznos ez a lényeg. Luminar Neo, ez egy olyan program, srácok, amit még nem próbáltam ki, viszont hallottam róla, hogy elméletileg például egy 1080p-s videót fel tud neked rakni magasabb felbontásod, például 4K-ra, vagy akár 6K-ra, vagy 8K-ra. Úgyhogy egy ilyen program még nem próbáltam ki, tehát nincs tapasztalatom, de ki akarom próbálni, és kíváncsi vagyok, hogy milyen dolog. Imaging Edge, ez kamerámnak a szoftvere, ezzel bírom összecsatlakoztatni, hogyha például Wi-Fi-n csak egy kicsit szenvedős gépen, mert van capture cardom, tehát hogy egyszerűbb, de például tudnám úgy, hogy a Wi-Fi-n rácsatlakozok, és akkor a kamerával összecsatlakozok, és akkor így látom a kamera preview-t. Flowframes, ez egy olyan program, hogy neked egy 30 FPS-es videóból tud 60 FPS-es videót csinálni, magyarán magasabb FPS-es videót tudsz belőle generálni, hogyha ez így tetszik. Helicon Focus 8, ez egy olyan program, srácok, amiben makrofotót tudsz csinálni. Fontos tudni, hogy a makroobjektíveknek a makrózása az olyan, hogy a mélység élesség nagyon kicsi, és hogyha például le akarsz makrózni valamit, például mondjuk le akarsz makrózni egy 100 forintost, és akkor így kell csinálni több képet, ahol mindig egy kicsit viszed a fókuszt, és akkor ez a program az arra jó, hogy összefűzi neked, és az egészből egy éles képet csinál. SoundCue, ez egy olyan program, csak most nem vagyok bejelentkezve, van egy csomó-csomó hangeffekt, és az plug and play be tud húzni Premiere-be. Tehát egyik ablakból mált a másikba, és ott van például, és nem kell szenvedni YouTube-ról lementeni, vagy ilyesmi. Ez a content creator-öknek lehet hasznos. Notion, ez egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos program. Ide írom általában a videóm szkriptjeit, itt vannak régebbi videóm szkriptjei is, itt egy csomó-csomó féle szkript, ilyen-olyan, igazából egy nagyon hasznos program. Capture One, ez is lényegében egy fotószerkesztő program. Hasonlít a Lightroomhoz, néha ezt használom, néha azt, attól függ, hogy éppen milyen képet kell megszerkeszteni. Néha olyat is szoktam csinálni, hogy megnézem, hogy Lightroomba hogy tudom megszerkeszteni, és Capture One-ba hogy tudom megszerkeszteni, és akkor azt szerint hasonlítom össze, és amelyik jobb lesz, azt kiexportálom, és az lesz a végleges képem. OBS Studio, ezt szerintem sokaknak már nem kell bemutatni, ezzel tudom rögzíteni a desktopomat, a gépemet, igazából, hogy mit látok, igazából ennyi. Inkscape, ebbe készült a logóm, hasonlít az Illustratorhoz, az Adobe Illustratorhoz, egy ilyen grafikus tervező programszerűség. És van itt ez a csodás program, ezt megpróbáltam, viszont nekem annyira nem bált be, ezzel tudsz leszedni például YouTube dolgokat, például greenscreen-es effekteket, vagy ilyen olyant. Úgyhogy így igazából ezek a programok, amiket használok így a leggyakrabban 2023-ban. Nyilván vannak még ezen kívül programok a gépemen, viszont ezek azok, amit úgy gondoltam, hogy így érdemesebb lenne bemutatni, és igazából ennyi. Na szóval, srácok, ezek lettek volna így a milyen programokat használok és a Setup Tour videó. Két dolgot kifelejtettem a Setup Tourból. Itt az asztalomban van egy gyönyörű LED-vasz LED, amit hogyha akarok innen kibe tudok kapcsolni.
és akkor ilyen nagyon menő, illetve még kifelejtettem a kamerás cuccokat és a mikrofonomat. A mikrofonom az asztalon, ez egy Trust Emita Plus GXT252-es modell. Szerintem erről ti is tudtok véleményt mondani, hogy milyen hangot hallotok, illetve térjünk rá a kamerás specifikációkra. Ez változott, és ennek nagyon örvendek, hogy ez sikerült összejöjjön az idén. A Nikont leváltottam egy Sony A6600-asra, ami most jelenleg van egy Tamron 1770 f2.8-as objektív, egy Deity D4-es mikrofon veszi most is jelenleg a gyönyörű hangomat, és van egy talán egy MT24-es Ulanzi tripodon van, ami most is van a kamera, ezt gyors lefotózom, hogy lássátok, hogy ezt hogy kell elképzelni. Ez itt a nagyon komoly videós setup, illetve egy kis évvégi speech, úgymond idézőjelre speech, hogy ott köszönjem meg nektek, hogy eddig a csatornám során ez volt a legsikeresebb év. A tavalyi évet megmondom pontosan, 779 feliratkozón volt akkor, és az idén, srácok, ezt meg hatszoroztátok, mert jelenleg 6844 feliratkozón van, amikor ezt a videót rögzítem. Egyszerűen hihetetlenek vagytok, de komolyan. El se tudom mondani, hogy mennyire köszönöm, hogy ahhoz képest, hogy amit elvártam magamtól évelején, és abból mennyit valósítottam meg, szerintem ez egy hihetetlen szám. Nagyon-nagyon sokan feliratkoztatok, és TikTokon is rengetegen néztetek, tehát nincs olyan videóm, ami legalább ne lenne 10 000 megtekintés, úgyhogy egyszerűen ez olyan szinte durva, hogy én nem tudom elmondani, hogy ennyiteknek úgymond tetszik a munkássága, amit csinálok, nagyon durva, és szavakkal nem tudom kifejezni, mennyire köszönöm. Nem akarok itt ilyen nagy izé videót csinálni, hogy akkor én most köszönöm meg minden, de azért ez nekem egy nagy szám, és hihetetlen durva. Elmondom gyors, mert emlékeztek, hogy egy videóban összefoglaltam, hogy mik a 2023-as úgymond szám céljaim, hogy mennyi megtekintést szeretnék a csatornára, meg hogy mennyi mindent. Az idén indult el, srácok, a Long Drive videó is, amit imádtok, folyamatosan nézitek, és egyszerűen annyi pozitív visszajelzés jön, hogy ez valami hihetetlen. Pontosan január 6-án töltöttem fel az első Long Drive videómat, már mindjárt egy éve, és nagyon durva, mert ez nyomta fel a csatornámat, és tartok ott, ahol tartok. Viszont a számok, évelején a feliratkozóim száma 1500 volt, hát ezt szerintem megdöntöttük. Illetve a megtekintési óráim száma, akkor a célom 2000 volt, de viszont most, minden telefonon nem kapom, de egy a képernyőre nektek írom, hogy jelenleg mennyi van, azt tudom, hogy 5000 fölött van, tehát ezt is több mint megdupláztuk ahhoz képest, hogy mi volt a célom, tehát eszméletlen. Nincsenek is szavaim, tehát nem tudok mit mondani, mennyire köszönöm nektek, hogy itt voltatok, néztetek egész évben, jövőre még több célomban, viszont arra a szintre jutottam, hogy inkább nem érek semmit, mert nem tudom, hogy mikor tudom tartani és mikor nem. Év feléig olyan júniusig nem biztos, hogy olyan sok videó fog jönni, mert 8-os vagyok, visszamaradtam egy évet, és most jönnek nekem a vizsgák, viszont utána szeretnék nagyon beindulni, és rengeteg videót akarok csinálni. A heti egy az garantált lesz, de még nem ígérek semmit, majd Instagram threadsen, vagy akár sima Instagramon, mindig keresetek be mind a kettőn, majd meg fogjátok látni, mert oda fogok a leggyakrabban posztolni. Úgyhogy srácok, én szeretném nektek megköszönni, hogy itt voltatok velem 2023-ban. Kívánok nektek egy boldog új évet, és aztán találkozunk hamarosan.